Vadi új és használt autót is lehet vásárolni ebben a nyíregyházi szalomban. Az, hogy kinek milyenre van szüksége és hogy mit vár el leendő kocsijától, sok mindentől függ. Egy nemrég készült amerikai felmérés érdekes dologra világított rá ezzel kapcsolatban, eszerint ugyanis már nem a vételár a legfontosabb szempont, ha valaki új autót szeretne venni. A vásárlók sokkal inkább a biztonságot, illetve az üzemanyaghatékonyságot nézik, amikor válogatnak a piacon. A nyíregyházi kereskedés tapasztalatai azt mutatják, hogy a cégeknél és a magánszemélyeknél eltérőek a preferenciák. Előbbieknél inkább a megfelelő finanszírozási konstrukciók vannak előtérben, fontos számukra, hogy az autók tartalmazzák a szervizköltséget, legyen rájuk garancia. Céljuk a kiszámíthatóság, vagyis hogy tudjanak kalkulálni, havonta mennyi pénzbe kerül nekik a jármű. Magánszemélyeknél ott sajnos Magyarországon még mindig árérzékeny a piac, ezt is ketté lehet bontani, van az, aki nagyon árérzékeny, és van egy másik réteg már, aki viszont tényleg a legfelszereltebb, mindenféle biztonsági arzenállal ellátott autókat vásárolja. Ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy már az alapmodellek is rengeteg ilyen extrát tartalmaznak, ami véd bennünket, védi a családunkat, barátunkat. Új autó vásárlásánál további szempont még a minőség és a dizájn, így az autó formavilága vagy például a belső kárpitozás. A használtaknál a biztonság mint szempont a megbízhatóság oldaláról jelentkezik, sokan keresik a garanciális kocsikat. A szakember elmondása szerint az új autó árak egyébként annyira megugrottak az elmúlt időszakban, hogy egyre többen keresik a fiatal használt járműveket. Az említett felmérésből az is kiderült, a fiatal felnőttek jelentős része gondolja úgy, hogy a következő járműve elektromos lesz. Egyre többen keresik az elektromos autókat. Sajnos ugye most itt a pályázatok megszűntek ezekre az autókra. Tavaszra volt egy lehetőség erre, akkor nagyon sok elektromos autót vásároltak. Én azért azt gondolom, hogy ez még gyerekcipőben jár, tehát nagyon sokat kell még az elektromos autóknak fejlődni. Most fog egyébként nálunk megjelenni egy új modell, ami már több mint 500 kilométert el tud menni. Tehát jó az irány, de még azért van fejleszteni való, illetve azért az árakban jelentkezik ez, hogy miről van szó. Tehát azért 10 millió forint alatt nem nagyon lehet elektromos autóhoz hozzájutni. A Pénzcentrum cikke szerint a következő évtizedben elérkezhet az elektromos kocsik forradalma, ami várhatóan fellendíti az új e-autók értékesítését, főleg ha az árak is kedvezőbben alakulnak a jövőben.